A vendégem egyébként most nem egy híres ember, nem is versenyző, de mégis motoros körökben azért nagyon sokan ismerik. Ő Vodicskáné Ráczkövi Ildó, akit azért hívtam meg, mert arról fogunk vele beszélgetni, hogy motoros nőként hogy éli meg azt, hogy a párja egy motoros klubnak a tagja. Szia, Ildó! Sziasztok, szeretettel köszöntök én is mindenkit! Mi volt ez az esős idő? Úgy volt, hogy talán nem is tudsz eljönni, mert hogy még talán kocsit se lesz, meg ilyesmi. Hát igen, ez az időjárás nagyon bekevert a programba. Nem szoktam megijedni az esőtől, ezt te nagyon jól tudod, a sok átmotorozott esőben történő túránk alatt azért bevállalom, tehát nem erről van szó. Igazából most úgy volt, hogy motorra jövök, de le is hűlt a levegő, tehát az az igazság, hogy itt most már nem csak egy ilyen nyári záporról van szó, és hát valami nincs rendben velem is, mert fáj a torkom, kicsit ráz a hideg, a többit meg inkább már nem is mondom, úgyhogy nem vagyok valami jó paszba ma, ezért inkább nem vállaltam be, úgyhogy autóval jöttem. Azért azt hozzátenném, hogy ugye Ildó Esztergomban lakik, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk itt a szomszéd kerületből ugrott volna, tehát azért jó pár kilométer lett volna esőben. De szívesen jöttem volna. Jöttem én már éjszaka, emlékszel? Emlékszem, persze. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy te mióta motorozol, mert azért ez sem mai dolog már. Hát igazából az én motoros pályafutásom, úgymond, hogy ezt lehet így mondani, az elég régen indult, még az első motoromat 1997-99 tájékán vettem meg, az egy XJ750 Yamaha volt, aztán... Ezt hogy jött hirtelen az ötlet? Hát nem volt hirtelen az ötlet, én teljesen bele voltam szerelmesedbe, abba az XJ750-ben, amit végül megvettem, az egy barátomé volt, tehát nem úgy barátom, mint egy lány és olyan, nem tényleg gyerekkori srác, akivel nagyon-nagyon jó barátságban voltunk, és sokat jártam vele motorozni, és végül is az lett az én motorom. Egyszer csak gondolom... ő nagyobbat szeretett volna, ugye a klasszikus, ugye ő kinőtte, az XJ750-et szeretett volna egy FZ-ért, még abban az időben ez nagy szám volt, és akkor én lecsaptam a motorjára, úgyhogy... Akkor már volt jogosítványod? Dehogy volt. Nem. Akkor hogy mertél egy ilyen nagy motort bevállalni, vagy csak a szerelem miatt? Nem, akkor... Mármint, hogy a motor iránti szerelem. Igen, miatt? Igen, igen. Szerintem azért ott a bohókás fiatal, tehát ott azért minden közre játszott, hogy én azt bevállaltam. Ugye mondják, fiatalság, bolondság, tényleg úgy volt, tehát nem érdekelt semmi. Meg is fogtak a rendőrök többször. És ja, hogy úgy motorosztál is. És lekopogó mindig elengedtek, mert ugye abban az időben azért ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon kevés motoros találkozón például csak vele találkoztam meg a mindjárt a krapeknővel, a... Zsuzsival? Nem. Zsuval? A Risének a... Ja, a Vikicsel. Vikicsel, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kevés motoros, de nyilván biztos, hogy volt, tehát nem akarok megsérteni senkit, biztos, hogy voltak sokan az utakon, de így tényleg ezekben a motoros körökben, ilyen klubok között, meg nem tudom én, tényleg nagyon kevés lány bukkant. És akkor nem féltél úgy vezetni, hogy de mindig egybe volt a gyomrom. Tehát így, mikor megláttam, hogy útszélén áll egy autó, biztos rendőr, és akkor kivert a víz, és akkor ennyi volt. Tehát így, akkor ezt nagyon jól tudtam kezelni, ezeket a stressz helyzeteket. Aztán rájöttem, hogy inkább jobb lenne, jobb a nyugodalmas élet, és le kéne vizsgázni. Úgyhogy meg hát, ahogy nagyobb motort vettem, az meg elkerülhetetlen volt, hogy... Meg egyre több motoros lett, tehát nem csak lányok, tehát fiúk, tehát egyre több motoros lett. Egyre jobban ellenőriztek. Egyre jobban ellenőriztek, egyre több rendőr lett az utakon. Így van. Tehát elkerülhetetlen lett volna. És, ugye... és mennyi idő múlva csináltál jogosítványt? Most nem akarunk ezzel ugye rossz példát mutatni a most motorozni kezdőknek. Bemondtad a nevem, ugye? Reméljük a rendőr kollégek is hallgatják. Sokára. Szerintem visszamenőleg már ilyen tizenévekre visszamenőleg már biztos nem számít. Jól van. Már elévült. Oké. Okay. A bűnöd. Azt hiszem, hogy 7 évet csináltam meg. Úgyhogy számolja mindenki vissza, aki akarja. És ezután milyen motort vettél? Hát úgy volt, hogy amikor én ezt a... tehát ugye a nagy szerelem ki is tartott, és akkor utána a férjem
vett egy VTX 1008-at, és hát adott volt, hogy a CBR 1000F, ami ott volt, hát akkor üljek át arra. Ami az övé volt. Ami az övé volt, igen. Üljek át arra, és akkor így megörököltem a CBR 1000F-et, ugye eladtam a... De ezek mind ilyen sportos motorok. Igen, hát utána még volt egy túramotorom, a sógoromét megvettem, az egy hát FI 1002-es volt, azzal vizsgáztam a FI 1002-essel, úgyhogy az jó kis túramotor volt, tehát az nem sport volt, az túramotor volt, de nagyon-nagyon mindenkinek tudnám ajánlani, mert nagyon szuper motor volt. De hát szokatlan azért, hogy ilyen motorokkal, mondjuk az is, hogy kezd egy ember, de az, hogy nőként ugye eleve egy 750-es sportmotorra ülsz hát fel. Hát inkább túra volt azért. Jó, akkor sporttúra. Abban kiegyezünk? Képes, veled bármikor, de tényleg úgy van, hogy nagyon, tehát abba szerettem vele, tehát azzal mentem először, nyilván először biztos, hogyha egy kisebbre ülök fel, akkor abba szeretek bele, és, de én úgy érzem, hogy nekem azzal nem volt semmi gondom. Könnyű volt, könnyen kezelhető, tehát a CBR-nél már az volt a gond, hogy nem ért le a lábam teljesen telitalppal, és azért a biztonságérzet az kell, tehát azt tudjuk. Tehát Szentendrei úton is ott vannak a nagy hepehupák, és volt olyan, hogy beálltam egy gödörbe, és így letettem a lábam, és nincs talaj, még mindig nincs, és azért azok kellemetlen pillanatok. Ebből lekopogom, egyszer sem volt semmi problémám, de azért kivert a víz egyszer-kétszer, azért megtartani úgy 240 vagy 260 kilót, hogy még mindig nincs talaj a lábad alatt, mert ott volt egy gödör, és éppen oda szeretted volna letenni a lábad. Szóval ez miatt volt az egyedül nehéz, viszont menni nagyon jó volt azzal is. Aztán úgy érkeztünk el a mostanihoz. A szintén egy új szerelem volt, sógorom kölcsön adta, még jó, hogy ilyen motoros család. Vette egy Kawasaki VN 1500 Manstreet-et, ezt a sportcruisert, és akkor egyszer a CBR-t vittük gumishoz, és akkor hát nekem meg mennem kellett valahova a férjem, mert mentünk valami túrára, és akkor mondta a sógor, hogy vigyem el az övét. És akkor én nem szeretek, tehát ezt kihangsúlyozom, nem szeretek motort kölcsön kérni, mert motort és társat nem adunk kölcsön, ez az én jelszavam, de hát ugye mégiscsak a rokontól van, és elvittem, és hát kész voltam. Tehát akkor úgy hirtelen megállt az ütőben, nem, hogy Jézusom, ez micsoda, tehát hogy sportcruiser, tehát hogy tényleg, ez én mindig azt hittem, hogy egy lomha, egy nem tudom én mi, és... Hát nagyon-nagyon sportosan megy, tehát tényleg lehet vele. És akkor mondtam, hogy nekem egy ilyen kell. Aztán erre kellett várnom még egy pár évet, de eladtam ugye a CBR-t, annak az ára szépen kellett hozzátenni, de így tudtam venni egy használtat, Amerikából hozták be. Akkor ez nem a sógoré volt? Nem, őnek is megvolt, úgyhogy párba jártunk még egy darabig, mire... Igen, én... Valamit változtattál a motoron egyébként a gyári állapotához képest? Igen, először karácsony fa alá lett betolva, mert december 23-án hoztuk el, és persze ugye ájulat, simogatás, masni rajta, meg tehát minden, amit elképzelsz, és milyen gyönyörű és könnyes szemek, és akkor utána, amikor a megvilágosodás, hogy ez már az enyém, és akkor hát azért a tükör se tetszik annyira, akkor hát az a lámpa se tetszik annyira, mert ugye megvoltak az elképzelésem, hogy milyen, és akkor így mögé mentem, és hát azért ez a 170-es hátsó kerék, és akkor ki lett szélesítve 200-as hátsóra, akkor ugye tükrök lett, tehát és akkor így szépen a férjem átfaragta a sárvét, és akkor mondta is, hogy na, hát ahhoz képest, hogy csak a tükröket akartad lecserélni, szóval azért ezek És most lettek. Már végleges az állapot, tehát most már így tetszik neked, vagy még van Hát olyan, most amit... már ugye, most ha negyedik éve fogom, tehát most tett le 3 idény, hogy mentem vele, persze, tehát... Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy vannak-e még ötletek a fejedben, hogy mit kéne még rajta átfaragni? Vagy esetleg csomagtartó rendszer hátra, hogy nem mindig más vigye a sátradat. Értem a célzás, de ezt megoldotta a férjem, úgyhogy idén már én is vittem másnak a cuccát, úgyhogy ez megoldódott. De én ki voltam egyezve azzal is, amikor ti vittétek, úgyhogy... Persze, hát nekünk van hely, mert mi fel vagyunk készülve. Igen, felkészültetek rám. Igen. Arról beszélgettünk eddig, hogy kezdtél el motorozni. Mit szól hozzá a férjed? Mert ugye többször említetted, hogy van férjed.
Már nem kevés ideje. Immár 16 éve lesz, ma jövő héten. Igen. Együtt kezdtetek motorozni? Nem, ő azért már motorozott akkor, amikor mi megismerkedtünk. Ő abban nagyon nagy segítségemre volt, hogy tanított tovább motorozni, mert engem igazából a Filip Gyuri kezdett el ám tanítani motorozni. A Filip Gyuri, aki a HD-band, a régi HD-band, aztán Soundtrack, most pedig ugye a Filip Gyuri bandben, így van, ő a frontember, ő ugye helyi, ott környékünkön lakik, Dorogon, és vele motorozgattam, de hát akkor még ugye voltam 16 éves, 17-dik, úgyhogy vele, és akkor utána egy pár évig semmi, és akkor ugye utána jött Karesz, a férj, és akkor hát átadta a pályát, ugye akkor neki volt XJ750-e szintén, és akkor hát azon tanítgatott. És teljesen akkor nagyon-nagyon lelkes volt. Most szokta néha mondani, hogy ó, hova tette az eszét, hogy ő akkor tanított motorozni, amikor látja, hogy elköszönünk a csajokkal, ugye veled együtt, mikor megyünk túrázni, és akkor szokott viccelődni, hogy és engedélyt kikért rá. Na, szóval ilyen, de ezek már csak így poén szinten mennek természetesen, teljesen elfogadó és támogató ebben. Meg hát van egy kisfiad is, tehát azért a... Jaj, a másik, igen. Összeegyeztetni a motorozást. Igen, nyilván első szempont az mindenféleképpen ő, tehát az, hogy én el tudok-e valahova menni, mert volt számtalanszor olyan, amikor megbeszéltünk valamit, hogy megyünk túrázni, vagy valami, és akkor elkezdett köhögni a kisgyerek, és akkor nyilván mondtam, hogy sorry, beteg gyereket nem adunk oda se szülőnek, senkinek, tehát és akkor simán lemondtam. Tehát ezzel nincs is gond szerintem, és nem is lesz a jövőben sem, mert azért mindig ő az első. És a férjed nem aggódik amiatt, hogy valami baleset történik, most ezt így konkrétan nagyon nem szeretek így balesetről beszélni, még így se, de hogy de nem félt. De értem a kérdést, meg szerintem totál jogos is, mert megszoktuk mi ezt beszélni, hogy nyilván én is aggódok érte mindig, amíg haza nem jön, az nekem egy ilyen lelki megnyugvás, amikor hallom az utcába a feldübörgő motorhangot, és akkor itt van, tehát ez nyilván ezzel ő is így van, és hát mióta volt motorbalesetünk 10 éve, azóta ez duplán játszik, ez a aggodalom. Milyen balesetetek volt? Hát ugye a Kressz szerint szabályosan közlekedtünk a főúton, és egy stop táblánál egy fiatalember úgy gondolt, hogy nagy gázzal átér a főúton, és elütött bennünket. Úgyhogy elég csúnya baleset volt. Úgyhogy ez... És milyen komolyabb... bajotok lett ebből? Hát én konkrétan majdnem meghaltam, tehát ilyen fél órán múlott az életem, mert nem vették észre, hogy vérzek a befelé a medencémbe, és már egy tizenvalahány centis vérömleny volt a hasüregembe, úgyhogy ilyen, mint a vészhelyzetben, ilyen ajtócsapódások, és akkor rohangáltak velem, mint a mérgezett egérrel, tehát így nem nagyon tudták hirtelen, hogy először még az, hogy mi bajom van, amik föl nem nyitottak. Úgyhogy azt hitték, hogy leszakadt a lépem, de szerencsére csak ez a vérzés volt, amit meg kellett szüntetni, meg kiszedni ezt a vérömlenyt. Azon kívül 45 fokos darabos haránytörésbe eltört a csuklom, meg ilyen apróságok, a bal csuklom. És ezután... Ja, meg a medencém törött el 6 helyen. Igen, a medence csontom. Más nem volt. De szerencsére már sikerült elfelejtened ezeket a sérüléseket. Ne, ezt soha nem lehet elfelejteni, mert most is azért emlékeztet a kis időjárásunk rá, mert lüktet. Tehát megvan a medencém az a szélre, a csuklom az esőre. Tehát így akkor majd tőlem kérdezzetek. Téka helyett igen. Használni időjárás előrejelzésre. Csak az a baj, hogy leginkább már akkor fáj, amikor itt van a rossz amikor idő. Már esik igen. Az eső, tehát akkor, igen. Akkor tőled nem fog függni, hogy vigyünk eső ruhát, vagy ne. Hát tőlem, inkább úgy, hogyha én viszek eső ruhát, akkor általában nem esik az eső. Ja jó, akkor ez egy másik, másik előjelzési igen. Mód. Hogy tudtál visszaülni egy ilyen komoly baleset után a motorra? Na, ez volt a másik, hogy ugye én 12 napig az intenzív osztályon feküdtem, és akkor utána visszavittek a traumatológiáról, szintén több hetet, tehát, és akkor, mikor hazavittek a kórházból, ugye medencetörésre nem tudtam lábra se állni, mert abszolút nem tudtak mobilizálni, akkor így ágyba fekvő voltam egy jó darabig, és ahogy először mankóval ki tudtam vánszorogni a
motorig, akkor mondtam a férjemnek, hogy álljon úgy oda, hogy fölbírjak mászni, és le tudjam támasztani valahol a mankót, és vigyen egy kört. Na hát ezt tudni kell, hogy akkor még a férjemnek a nagyszüleivel laktunk egy lakásba, és mikor ezt a mama meglátta, akkor két hétig nem szólt hozzánk, mert ugye ő halálra aggódta magát ez miatt az egész miatt, és mindenki megnyugodott, hogy túléltem, és akkor mindenki azt hitte, hogy jaj, akkor de jó, végre abban most már végre itt vége a motoros karriernek, majd jön a család, mert akkor még nem volt család, tehát csak férj és feleség voltunk, de nem volt gyerekünk. És hát nem így lett, és ezzel nagyon kivertük a biztosítékot otthon mind a két családnál, úgyhogy... De aztán beletörődtek természetesen idővel. És ha már itt a családnál tartunk, akkor például ez a komoly sérülés, mert mondtad, hogy a medencéd is sérült, igen. Ez nem kockáztatta azt, hogy lehet-e a jövőben azt gyereked, nem, az hogy nem... lehet-e gyerekem, csak azt, hogy milyen módon szülöm meg. Tehát ez volt a kérdéses, hogy vagy császár lesz, vagy megpróbálják a... Hát ott állt 6 műtős fiú az ajtóba végig, amíg szültem, és vártak a jelzésre a dokinál, mert megbeszéltük előtte. Persze előtte konzultált a volt traumatológusom, meg a szülésznőgyógyászom, hogy mennyit engedhet a szülész, tehát ilyen nagy tímmunkába folyt ez a szülés, de én kértem, hogy hagyják, hogy megpróbáljam simán szülni, és csak akkor, hogyha a gyerek élete, baba élete forogna kockán akkor, vagy az egészsége egyáltalán, és akkor mondtadok, hogy persze semmiféleképpen nem kockáztatják, de sikerült megszülnöm a 3 kg 75 dekás hunor fiamat. Aki most már hány éves? 7 és fél. Hát most már majd 8. lesz november végén. Férjed egy motoros klubnak a tagja, és azt szeretném én megtudni, hogy ez hogyan befolyásolja az életeteket, illetve hogy mennyire jó vagy rossz az, mennyire nehéz az, hogy valakinek egy koloros klubban tag a párja. Na, hát először is... Erre ugye nyilván csak nagyon szubjektív válasz érkezhet, mert nyilván mindegyik asszony másként éli meg ezt a dolgot, mert más a férjével esetleg a kapcsolata, vagy más a klubbal a kapcsolata, tehát erről tényleg úgy mondhatnám, hogy ez az írdó véleménye. Tehát ezt nem tudok nagy általánosságba beszélni, vagy mások nevébe beszélni, hanem így, hogyha kíváncsiak vagytok rá, nyilván csak azt tudom elmondani, hogy én hogy élem meg ezt. Erre vagyunk kíváncsiak, okay. Persze. Ezt csak azért akartam, kiemelni, csak hogy most itt írtam, hogyha valaki meghallja, akkor nehogy ilyen, mert persze én is, de hogy is ez nem így van. Nyilván van, ahol nem így lesz, ahogy én ezt nyilván megélem. Nyilván minden klub is más. Már így van, már eleve a klubok is más. Minden klubban más, hogy mások a értékrendszerek, mások a szabályok, mások. Azt elmondhatjuk, hogy a férjed a Desperado MC-ben tag. Amennyire én így rálátok a klubokra, a Desperado az egy elég családcentrikus klub. Tehát ott a klubház is úgy van megoldva, a programok is úgy vannak megszervezve, hogy azért elég sokat vannak együtt a családok, amennyire hát igen, én nyilván, belelátok. Nyilván azt tudni kell, vagy nem tudni kell, bocsánat, ezzel nem akarok senkit megsérteni, hanem aki így ismerte ezekben a körökben, az, hogyha meghallja a Desperado, az nyilván tudja, hogy ez egy ősrégi klub, tehát az első klubok között volt. Így van. Tatán van a székhelyük, ott van a klubház kialakítva, és én is úgy vagyok ezzel, mint kérdezted, hogy klubfeleségnek milyen lenni, hogy én mindenféleképpen a beállítottságom az, hogy támogató vagyok, tehát nagyon-nagyon támogatom a férjemet mindenbe, ami azt hiszem, hogy kell is egyébként nekik, mert enélkül, a háttér nélkül nekik is sokkal nehezebb dolguk lenne magába a klub életben is. De ettől függetlenül sokszor van az, vagy hát ez, hogy sokszor ez, nem tudom, de bizony van, amikor én is hiába ez a cél előttem, hogy támogassam a férjemet mindenben, mert nyilván ő is támogat engem egy csomó mindenben, de néha azért betelik a pohár, és akkor mondom, hogy nem igaz, hogy mindig, és stb. Tehát inkább azt nem mondanám, de ez van a legkevesebb szer. Tehát tényleg megpróbálom támogatni őt mindenben, amíg ő jól érzi magát ebben. Tehát nyilván olyanban nem szeretném támogatni, ami neki nyűg meg teher lenne. Csak nekem kell, hogy lássam, hogy jól érzi magát ott, szeret ott lenni, de hát nyilván azért csinálja, mert szereti ezeket az embereket, ezek a barátai. És ha esetleg olyat látsz, hogy valami nem stimmel, mármint így a
gondolom, hogy a klub életben nem szólsz bele, de hogyha azt látod, hogy valami olyasmi történt vele, ami neki talán nem jó, de ő még nem vette észre, akkor megpróbálod felhívni rá a figyelmet? Nem felhívni, az az igazság, hogy mindenről beszélgetünk. Tehát ő is kikéri a tanácsomat is, hogy szerinted ez hogy van, meg én is, és így mindig, egyre nagyon-nagyon szoktam figyelni, pont azért, hogy ne legyen az, hogy én akár beleavatkozok, vagy beleszólok ebbe az egészbe, hogy inkább csak elmondom a finoman a véleményembe, de nem akarom ráerőszakolni. Igen, tehát hogy a befolyásolást elkerüljem, így van, ez talán a leghelyesebb. Mik azok a dolgok, amik nehezebbek egy olyan férjel? Gondolom nincs összehasonlítási alapot, tehát nem tudom megmondani, hogy milyen lenne egy nem klubos férjel, de hogy szerinted mik lehetnek nehézsége? Ami furcsa lehet talán, vagy amit én lehet, hogy azért látok másként, mint esetleg egy olyan, aki hozzámegy most egy koloroshoz, hogy ma beszéljünk akkor így, vagy egy klubtaghoz, mindegy, melyiket használjuk, hogy gyakorlatilag úgymond én ebbe születtem bele, mint feleség. Tehát feleségként nekem a férjem már klubtag volt. Akkor indultak el ezek a klubos történetek. Tehát azért... Tehát együtt fejlődtetek. Tényleg, amióta, inkább mondjuk azt, hogy amióta a házasságunk tartozott, a férjem hátán van kolor. Tehát igazából azt mondjuk el azért, így hát, hogyha a hallgatók közül valaki nem tudja, a kolor az ugye az embléma, ami a motoros klubtagoknak a hátán van, ami rajta és van. És jelképezi az helyüket, hovatartozásokat. Rajta van a város neve, rajta van a klubnak az emblémája, illetve a neve. Meg az ország által, vagy a Hungary, igen, az rajta tehát van. Ezt jelenti a kolor. Tehát igen, akkor te akkor úgy kerültél bele ebbe az egész motoros életbe, hogy a férjeddel együtt lettél igazából klubtag, tehát a férjed lett klubtag. Mármint a férjem, igen, tehát hogy a klub életbe, be, így, mint igen. Feleség, így van. És mik az előnyei annak, hogy ő klubtag? Mit érzel te, mint feleség előnynek? Én talán nem is így fogalmaznék, hogy előny, hanem az életünk teljesen más, szerintem, mint akinek nem klubtag a férje. Tehát ezt így annyira nehéz, ezen én is sokat gondolkoztam már, úgyhogy most ezt így marha nehéz lenne megfejtenem. Igazából talán ez az összetartozás érzése, ez, hogy tényleg ezek a fiúk, ezek tényleg barátok, tehát olyan barátok, akikre számíthatnak, meg nem, tehát így nagyon nehéz elmondani így az előnyét, hogy ők itt jól érzik magukat, ők ugye összejárnak, mármint az ország többi klubjával is, tehát itt most akkor nem csak a Desperadóról beszélek, hanem mondjuk a Desperado eljár a más klubházba, vagy más klubhoz, ők összejárnak, tényleg szerveznek főzőverseny, most horgászverseny, most ilyen, tehát így összejárnak klubok is. Tehát a programunk más, meg ezáltal az életünk teljesen más. Esetleg mondjuk abban lehet más, hogy mondjuk gondolom nagyon sok a csak klubtagoknak szóló így program, van, tehát van, amikor így csak, van, a, csak így a fiúk van. Mennek. Tehát így eleve van. A feleségek... Így van, van ilyen is, rengeteg, így van. Ez mondjuk én nem sorolnám a előnyének, ezt én inkább várom a kérdést, hogy és mi a hátránya, mert ezt inkább én a hátránya közé sorolnám, mert ez ugye nyilván van ilyen, amit én teljesen el tudok fogadni, de a család számára ez olyan szempontból hátrány, főleg egy olyan feleségnek mondjuk, ahol nincs gyerek, hogy na és akkor ő addig hova, mert mondjuk szívesen tartana a férjével, de nyilván vannak olyan klubos rendezvények, ahol csak a klub tagok. De lehet, hogy neked meg pont előny, mert akkor te is el tudsz menni motorozni más felé. Jogos, de én akkor is elmegyek. De tényleg szó se róla, tehát... Csak szegény hunort kell elhelyezni valahol, és akkor a szülők motoroznak. Igen. Hál' Istennek nem kellett nagyon sokat elpasszolni, mert mindig próbáltam úgy alakítani, hogy a lehető legkevesebbet kelljen. Ő teljesen úgy éli a kisgyerekek életét, mint a többi gyerek, csak tudom én, egy-egy napot ott alszik anyukámnál hétvégén, amikor mi túrázni megyünk, úgyhogy szerencsére ezzel nem sínyli meg. Amit én még esetleg hátránynak érzékelnék, az az, hogy oké, hogy a fiúk barátok, és összejárnak szívesen, meg szívesen találkoznak, de hát
már a mi korunkban mindenkinek valószínűleg van stabil párkapcsolata, vagy többé-kevésbé stabil, de amikor ilyen közös programok vannak, akkor ugye a nőknek is barátkozniuk kell egymással. És nem biztos, hogy a férjednek a barátja olyan nőt választ, aki neked is szimpatikus. Viszont neked mégis jó pofát kell hozzávágni, mert jaj, ez aranyos kérdés, és szerintem jogos is. Na most itt az az igazság, hogy nem kell. Tehát az más dolog, hogy amúgy is én, tehát nem csak én, szerintem a legtöbb ember úgy van vele, hogyha nem bántja őt egy másik ember, akkor a tiszteletet megadja neki, egy-két jó szó, de nem kell attól kötelezzen most ülve-főve együtt lenni. Viszont ennek van egy előnye például, hogy a legtöbb klubtagnak van családja meg felesége, mert közöttünk nagyon-nagyon jó barátságok alakultak asszonyok között ki, vagy feleségek, vagy barátnők, vagy tehát hozzátartozók között, hogy így mondjam. Tehát, hogy végül is akkor mondhatjuk azt, hogyha a férjednek a barátja valaki, akkor ő valószínűleg olyan nőt választ, aki neked is szimpatikus, mert hogy mondjuk egy motoros férfi eleve olyan beállítottságú nőt választ. Nem. Tehát, hogy ez nem degradálja. Itt ez most egy véletlen, szerintem ez egy véletlen most itt, hogy például a Desperádon belül nekem már kialakultak tényleg olyan stabil, mondhatom, hogy nem csak haver, hanem barát. Mindenkinek nagyon tényleg, én itt a klubon belül nem tudnám azt mondani, hogy nem kedvelnék bárkit is, viszont azt tudom mondani, hogy van közülük kifejezetten barátom. Feleség, barát, feleség, vagy pedig akkor barátnő. Is, amikor a férjeink nem, így van. Például úgy, mikor augusztus 20-án is eljöttek hozzám, és együtt mentünk kicsit föl a bazilikába, ide-oda, ott aludtak nálunk, a fiúk meg intézték a dolgukat, tatán a klubházat rendezték a jövő héti rendezvényre, úgyhogy azért mondom, teljesen tudtuk függetleníteni ezt a dolgot. Most ezzel a klubház rendbetétellel kapcsolatban jutott eszembe még egy kérdés, hogy mennyire vonnak be titeket, mint feleséget, vagy mint párt? Mennyire kell nektek ott a klubház nem körül kell. Tevékenység? Ez egy nagyon fontos, hogy egyáltalán nem kell. Az egy más történet, hogyha például kint dolgozik a férjem, és én éppen fölülök a motorra, kimotorozok a klubházba, és látom, hogy ott ténykednek, és mit tudom én, éhesek, akkor összedobunk bográcsba egy pörköltet, vagy sütök nekik palacsintát, ugye rendszeresen, az mindig, mikor palacsintát már meghallom, már minden bajom van, hát nagyon szeretik, de az egy más dolog, nem kell. Nem tehát kell. Nem kötelező? Ne, egyáltalán nem. Ez minden az ő dolguk, az a ők is. Tudod, az én házam, az én váram, az az övéké. És ennek ez így van rendjén. Amit talán még hátrányhoz, ha visszatérünk, amit szerintem fontos elmondanom. Tudod, mi a legnagyobb hátrány? Az idővel való harc. Hogy meg kell osztoznunk, tehát a családnak, a férjünk idejével, hogy azért valljuk be a család és a család, gyerek, feleség, meg a klub. Meg bizony a van a klubon azért belüli kötelezettségek, amit igenis el kell menni, most ilyen rendezvény, most olyan. Van, ahol kötelező részt venniük, úgymond, és akkor menni kell, és akkor most én hiába akarok egy idilli családi programot, a puci nem lesz otthon, de hát ezt tudni kell megtanulni, kezelni, meg elfogadni, de mondom, sokszor van ez a nyelés, hogy már megint, de aztán ez... De már ehhez is hozzászoktál. Teljesen, és akkor én most térnék vissza oda, amit mondtál, hogy ha valaki most megy hozzá egy koloros... Na, ott férfi. Szerintem sokkal nagyobb problémák tehát jönnek elő. Igen. Tehát én ezt csak elképzelem, hogy ez így lehet, mert azért annak benyelni ezeket a dolgokat, hogy a puci este elköszön, elmegy, a puci nem jön haza 3 napig, mert rendezvényük van mondjuk Balatonon, és már szerdán el kell menni, és vasárnap fog hazajönni, tehát azért ezt magyaráz meg egy gyereknek, vagy egy, hát mondjuk egy újdonsült feleségnek. Hát, ja. Szóval azért a régi matronák, akik ebbe születtek bele, nekünk is néha nehéz, és most nem sajnáltatni akarom magam, mert azért attól messze van, de akkor az újaknak ezt főleg nehéz elfogadni. Én elhiszem, hogy nehéz elfogadni.
Már sok mindent megtudtunk erről a dologról az előző blogban. Konkrétan mennyi elfoglaltsággal jár ez mondjuk a férjednek egy héten, hogy ő a klubban van? Ami fix, az hetente egyszer klubgyűlés van. Tehát akkor csütörtöki nap, akkor tudj. De erre mi már úgy is... Azt tegyük hozzá, hogy ő mellette dolgozik. Tehát azért mindegyik klub, így van, ezt tudni kell. Tehát ez nem úgy működik, hogy herevere van egész héten, és akkor elmegyünk klubgyűlésre, hanem... Nem. Sőt, hanem minusz, mindegyik minusz a munka. Klubtag nevében beszélhetek, hogy mindenki, sőt, van, akinek két férjem is két-három helyen is dolgozik. Tehát ilyen... Tehát ez nem olyan, mint az amerikai filmekben, hogy ebből élünk, kábítószertárolunk, és izé. Nyilván és biztos akkor van, olyan is, bár én nem tudok ilyet, de nyilván mások nevében nem beszélhetek. Én azt tudom, hogy itt mi van, tehát itt mindenki bérből és fizetésből él. Lehet, hogy ez nem olyan ez szimpatikus, nem ez nem Amerika. Ez itt még Magyarország, Made in Tata, de nyilván ez itthon élünk, ez van. Tehát heti elfoglaltság, ami fix, az, amit említettem, ez a csütörtöki klubgyűlés, de erre már úgy is rendezkedett be a család. A fiam már úgy fújja, jaj, ma klubgyüli van, tehát így, jaj, ma nincs apa, ma klubgyüli van, akkor ma veled alszok, tehát így más tipistopizza ezt a csütörtöki napot, hogy akkor... De azért mondom, látod, ez is, amit az előbb beszéltünk az előző blogban, hogy ki az, aki beleszületik ebbe, úgymond, vagy belecsöppen. Hát a egész beleszületett. Ő beleszületett, és szerintem ő már ezt el tudja fogadni, hogy hát neki már nem nyűg, nem így van az, hogy csütörtökön. Az már más téma, hogy amikor mondjuk ugye másik elfoglaltságok, amikor rendezvényeik vannak, vagy más klub rendezvényén mondjuk... supporter klubnak, vagy chapter klubnak rendezvényén segítenek egymásnak, mondjuk ezt így más klubok nevében is mondhatom, hogyha van nekik chapterük, vagy supporterük, akkor elmennek egymáshoz rendezvényekre, akkor az több elfoglaltság, mert ugye el kell menni, mit tudom én, Balatonra is elmennek, és akkor ott vannak 3-4 napot. Na, azt azért már nehezebb elmondani a kisgyereknek, hogy most nem csak klubgyüli van, hanem apa most nem jön haza 3 napig. És meg azért a gondold el, ez munkába is nekik nagyon nehéz egyeztetni, hogy úgy megszervezni a munkát, hogy ő akkor kapjon Szabit, előtte megcsinálni azokat a munkákat, tehát nehéz. Tehát azért nekik ez nem csak egy úgymond jó játék. Buli, ahogy sokan, vagy játékszer, igen, vagy egy játék, amit elképzelnek sokan, hogy fölvarják a kolort, és akkor játsszák az eszüket, hanem ez azért egy csomó plusz feladattal jár nekik is, úgyhogy szerintem... Gondolom, a nyár az nem a nyaralásról szól nektek, meg a pihengetésről, mert hát minden hétvégén van valami hát motoros nem, találkozó, igen. A klubok járnak egymás találkozóira, gondolom most már azért nem teljes létszámmal mennek mindenhova. Nem is tudnak, Anca, nem tudnak mindenhova azért, mert meg is kell osztani, pont ezért, mert le kell dolgozni, van. Amikor elkéreckedett előző héten, meg stb., meg hát nyilván a család is közre játszik ebben, hogy azért... Meg szerintem én mondhatom most már, hogy a manapság most már az anyagiak is egy kicsit sajnos belejátszanak, hogy nem tud mindenki anyagilag annyit áldozni. Most attól függetlenül, hogy a klubok látogathatják egymás rendezvényeit, de az így, hogy a munka menni. Mellett, hogy Szabit, van, aki nem is kap Szabit, tehát ilyen helyzet ez, hogy... Mégiscsak megfontolandó a bűnöző lét, mert ott nem kell szabadságot kérni. Ahogy Hunor mondaná, ilyemet nem mondunk. Hát mondani lehet. Okay. Csinálni nem szabad, így nem? Van. És ti például a férjeddel mennyit tudtok együtt motorozni ezek után, hogy ugye az egész nyár el van neki foglalva, mert mindig megy valahova. Hú, idén nagyon keveset mentünk együtt. Mondjuk idén elmondhatom, hogy én is az átlaghoz képest sokkal kevesebbet mentem sajnos, úgyhogy még nem néztem meg a kilométer óra állást, de hogy a tavalyi 10 000 kilométeremet nem fogom túlszárnyolni, az már hát most szerintem biztos. Én teljesen alul múltam az összes eddigi úgyhogy szezonomat. Ez, ebben. Hogy még júniusban is alig lehetett kimozdulni, meg ilyen szélsőséges időjárások, tehát azért ez kicsit durva volt, de tényleg kevesebbet tudunk menni egyedül, mert pont amit említettem, hogy van ahova ő neki már 2-3 napra kell elmenni, én nem tudok elmenni a kisgyerektől, tehát nem azért, mert nem szabad elmennem, hanem én nem akarom a kisgyereket 3-4 napra otthagyni valahol, és akkor én utána megyek tehát akkor az adott sokat, helyre. Ott sokat motorozol egyedül?
Hát nem egyedül, azért megvannak a társak, de általában ezek is a motoros barátnők, ugye. Úgyhogy azért egyedül is szívesen fölülök egyébként. Van úgy, hogy hát megcsip a vűjelégy, akkor gyorsan, jaj, nekem föl kell menni Visegrádra, vagy dobogókörre, mert olyanom van, hogy most menni kell. De egyébként igen, ő velem, a férjem már egyre kevesebbet, pedig jó, szeretek vele menni nagyon. De akkor idén motoroztatok együtt? Igen, motoroztunk, de nem, tehát az a baj, hogy nem így, hogy túra keretében, hogy mondjuk messzire valahova, ami nem, ugye szívem vagy, Tata. Jó, Esztergom Tata is 51-2 kilométer, meg vissza, de annál messzebbre idén nem mentünk együtt még. Terveztük, hogy megyünk Zalába, de hát az még sajnos nem jött össze, mert mindig volt valami elfoglaltság, pedig azt még nem adtuk föl. Meglátogatni a zalai barátokat, úgyhogy az nagy terv, az azért jó kis túra lenne, az kárpotolná ezt a... Hát nem tudom most ebben az időben, hogy elkezdett, és most hirtelen megint tél lesz egy nap alatt. Vagy nem jöhet tél, még jön a vénuszonyok nyara, még itt vagyunk. Mit mond a csípőd? Az majd akkor fogja meg a mondani. Az majd, látod, a csuklom mondja, hogy esik az eső. Ja. A csípő meg majd mondja, amikor fú a szél. Kb. Olyan, mint az Aigner Szilárd, ő is akkor mondja, csak amikor már ott van. Na, akkor szeretném találja. Fölvenni a Aigner Szilárd fizetését. Úgy én is meg tudom mondani. Aha, akkor jó. De tehát kb. Akkor adott nap, adott órájában úgy megmondom, hogy milyen időjárás van Esztergomba. Megint hirtelen, ez minden adásban eljátszom, hogy hirtelen akarok valamit megkérdezni. És kérdezheted lassan is, nem kell hirtelen. Akkor mondjál addig valamit, neked olyan könnyen megy. Hát, nem tudom, eszembe jutott. A Hunorral kapcsolatban akartam kérdezni, hogy ő, mint aki már beleszületett ugye ebbe a motoros családba, jaj, mennyire más neki az iskolában, nem lóg-e ki ezzel? Nem, ő soha nem kérkedik vele az iskolába, viszont otthon minden körül forog neki, tehát de most, hát pont most ezért... nyilván mondhatom a másik barátházas párt, mondjuk a Györke család gyerekeivel összejár, Kolossal, meg Zolikával, tényleg nagyon, de mondhatom, hogy ők is barátok, kisbarátok, aminek nagyon örülök is, mert nagyon, nagyon-nagyon jó, értékes gyerekek ők, és örülök, hogy ilyen barátai lesznek, de ez azért fontos, mert ők is már klubházat csinálnak a klubházba, tehát, hogy értsétek, tehát ők külön építik a klubot, a klubház udvarán, a kölyök klubot, és ez először így hallani, tudod, annyira furcsa. Mondjuk jó, a fiam óvodában is alakított már motoros klubot, ahol négyen voltak tagok, és abból kirúgtak egyet, így a második napon meg ilyen. Tehát e körül, tehát ez valami hihetetlen, hogy e körül forog nekik is, meg otthon fölrajzolt a Desperado MC Hunor Hungary. Tehát ilyen, ő is csinál kolort, meg ilyen. Tehát nekik ez szerintem, de azért mondom, hogy ez és igaz a másik barátázos pár gyerekeire, ők is nyomják Harley Davidson feliratok, tetoválták egymást, bogyóval kinyomott festék gyanánt, egy ilyen kis fa darabba tetoválták egymást a klubház udvarán a múltkor szabad idejükbe, tehát így ezzel a kis bogyóval, tehát ismétlen, mielőtt valaki azt mondaná, hogy ó, ezek a gyerekek, na, felirat természetesen a Harley Davidson volt, meg a különböző jelképek, motorok, igen, és társaik. Meg át Hunornál zenekarok, mert hát ugye a Oszlán és társai, rocker, igen. Mint az anyukája. Hát igyekszik, igen. De ez se én erőltettem, hanem így jött neki kiskorába, tudod, hogy hát ezt hallotta, ezt énekli. Hát és az iskolában, mert mondod, hogy nem kérkedik vele az iskolában, de hát nem. Azért hát csak jó, látszik rajta hosszú. Hát középig érő haja van. De cikizték, tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem. Tehát cikizték, és ő megoldotta az, amikor csúfolták, hogy nem tudom, mit kimondhatta ezt, hogy punás. Ezt mondták neki, fiú létére.
Ő meg azt mondta, hogy én nem az vagyok, hanem én motoros vagyok. Tehát ennyivel le is reagálta ezt a történetet, és ő ezzel lezárta mindenféle. Úgyhogy már nagyobbak is mennek oda, hogy Hunor, ti tényleg motorosok vagytok? És inkább így most már így érdeklődnek iránta, főleg a nagyobbak, hogy milyen motorotok van, meg... Akkor nekik most kezd majd érdekes lenni. Igen, de ő saját magától, tehát nem mondja, hogy mi motorosok vagyunk, meg ilyen, nem, csak persze, hogyha adott. Persze, mert neki ez nem különleges, mert ő ebben él. Jaj, sőt, igen, hogy nem különleges, nem tudom, elmesélhetek-e egy történetet. Persze. Szintén klubtag pár jött hozzánk. Hát ugye, hölgy az úriember mögött, jöttek motorral, ketten egy motorral. Hunor akkor nem volt ott, amikor megjöttek, csak amikor már beérkeztek a kapun, minden ott voltak, és utána indultak haza. És száll föl, Hunor kikíséri őket, ugye, mert nagyon szereti ezt a párt. Puszi, elköszönés, meglátja, hogy a hölgy ül föl a motorra az úriember mögé. Nézett, és teljes ledöbbent arccal mondta, hogy Panna, te nem ülsz a motorodra! És akkor mondja a Panna, hogy nekem, én nem motorral vagyok, és akkor nézett ilyen totál, tehát az az értelmetlen fel, hogy nem motorral vagy, tehát hogy ő neki már ez is totál természetes, hogy ugye jönnek hozzám a barátnőim. Mindenki motorral. Így van. Jön a Rita, ő a Harley-s Rita, jön a Krista Suzuki-val, az Intruder, tehát így neki ez annyi, jön az Oncsa Gunzival, ugye neki, jönnek a motoros csajok, és ő neki a Panna motoros, és nem értette, hogy neki miért utasként jön, mikor ugye hát van párja saját a motor. Klubtag, és akkor most nem értette, hogy akkor az, hogy miért nem saját motorra jön, tehát ez ilyen nagyon érdekes volt, ez a döbbenet az arcán, tehát ezt így látnotok kellett volna. Ez nagyon aranyos volt. Tehát ezt csak azért meséltem el, hogy tényleg aki ebben nő fel, annak például ilyen dolgok, neki ez most már a természetes, hogy a motoros csaj fölül a motorjára, és akkor oda gurul vele. Igen, hát szerintem erről egy külön műsort lehetne csinálni, hogy a gyerekek hogy élik meg azt, hogy az anyukájuk motorozik. Jó, hívd be a Hunort. Azt hiszem, el tudnánk beszélgetni vele egy órán keresztül. Hívd be a Hunort, aztán majd beszélgethettek. Csak nehogy zavarba hozzon. Ő engem. Igen, igen őt, hát igen. Igen. Elcsábít. Igen, azt is tudja. És például említetted, hogy ugye a rockzenét szereti a Hunor is, a 7 éves kisfiat, hogyha valaki így lemaradt volna a műsor elejéről, és azt is mióta beszélni tud szinte, vagy lehet, hogy még hamarabb már énekelte ezeket a legendás rock számokat. Igen, hát a Lorddal kezdődött minden. Úgyhogy még sok gyerekdalt nem tudott énekelni, de a Lordot már tudta énekelni, úgyhogy ez nagyon érdekes. Aztán utána jöttek az Oszcián, úgyhogy... De gondolom azért, mert álltok otthon asszol, mert gondolom... Persze, meg ugye autóba. Például férjem, mikor kis pici baba volt, még karon ülő baba, 3 hónapos, és akkor ő vigyázott rá, és akkor megyek haza, üvölt a tankcsapda, gyerek a kezébe, és akkor mondom, mit csinálsz? Altatom a gyereket. Tehát így, és aludt, elaludt neki, tehát teljesen működött. Hát ő a hasamban is ezt hallotta. Nem mondom, és most mielőtt valaki megbotránkozik, a Vukkot is énekeltem neki, de az fürdőszoba is lágergyanánt működött. De és az nem ragadt meg. De, megismerte. Igen, pici baba volt, akkor amikor sírt, akkor mindig elkezdtem vonyítani a Vukkot, és teljesen működőképes volt, tehát azért ezt hozzá kell tenni. De mégse az volt az első szám, amit önállóan elénekelt, hanem nem, a Lord. A Lord, igen. Meg az Oszcián éjféli lány, meg rocker vagyok, vállalom, meg ilyen hasonlók, meg most ismerős arcok. Az nagy szerelem, úgyhogy várja a novemberi koncertet. Úgyhogy... Akkor beszéljünk még egy kicsit így a műsor végén arról, hogy ugye a Desperado MC-nek lesz jövő héten egy bulia. Nem jövő héten, ezen a héten. Még el vagyok tájolódva, tehát igen, ezen a héten. Hétvégén lesz, így van. Ez most igazából ilyen, hogy mondjam, nem egy ilyen nagy találkozó lesz, mert direkt a klubháznál lesz megszervezve.
Úgyhogy aki meg szeretné ismerni, hogy tényleg milyen is egy ilyen klubélet, vagy bele akar tekinteni magába a klubéletben, nem tud, de az, hogy tényleg ők hol élik a mindennapjaikat, meg ezt az egész klubosdit, az meglátogathatja őket, úgyhogy... Mit kell erről tudni? Ugye a Desperádónak ez az őszi vagy nyárvégi találkozója, ez Mocsán szokott lenni. Így van, és most a klubháznál lesz, úgyhogy a www.desperadomc.hu oldalon ezt minden tájékoztatást el lehet olvasni róla. Lesz belépő? A honlapon meg kell nézni, jó? Nem tudjuk, hogy lesz-e belépő, milyen zenekarok lesznek, azt se tudod. Megmondom őszintén, hogy... helyi zenekarok lesznek, tehát én nem nagyon ismerem őket. Lesz country zene, lesz funky zene, lesz valami rock zene, de helyi zenekarok, tehát én nem ismerem őket, úgyhogy majd most fogom megismerni őket, úgyhogy majd ha jövő héten elhívsz, akkor meg tudom mondani, hogy milyenek voltak a zenekarok, de... Még az is lehet, hogy jövő héten is téged hívlak, mert egyébként azt azért elmondanám a hallgatóknak, hogy Vaslaki Timit hívtam jövő hétre, aki... Jó, bulás neki! Igen, aki pénteken a Hungaroringen a nyílt napon elesett motorral, mert ismét volt egy ilyen tömeges baleset, és Timinek megsérült a keze is és a lába, és azt hiszem végül a lábát begipszelték, úgyhogy nem tudom, hogy el fog-e tudni jönni jövő héten a műsorba, de innen is jó bulást kívánunk neki. Úgyhogy ezért mondom, hogy ha esetleg nem tudna jönni, még lehet, hogy majd behívlak a Hunorral, hogy... Én leszek a Jolly Joker. Jó, tehát akkor hétvégén Tatán a Desperado MC klubházában buli lesz. Akkor ott találkozunk mindenképpen, és várunk mindenkit, aki hallgatta a műsort. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Ildó. Én is köszönöm, hogy elhívtál, és a hallgatóknak meg, hogy meghallgattak.